Epiket! Gyerekek, cicák, kutyák, egyebek. Építsünk utcát! Az utcához egy hosszabb darabot használtunk fel a fehér rajztekercsünkből. Az egyik oldalára a gyerekek felsorakoztatták a már előzőleg elkészített papírházaikat. Két oldalú ragasztóra megsodort gyurmát ragasztottak, ebbe szurkálták bele a kerítés részeit. Előzőleg kidíszített falapocskákat és faágakat használtak hozzá. Először mindenki a saját háza előtti részt rendezte be és készítette el a kerítést hozzá. Volt, aki virágos kertet rajzolt, volt, aki medencét, grillezőhelyet, vagy egész egyszerűen csak beparkolták az autókat az udvarba. Ezután közösen elhatározták, hogy rajzolnak egy hosszú utat, és mellé egy járdát is. Az út mellé jelző táblák is kerültek. Az autós játék nagyon tetszett a lányoknak is. Gyakran van lehetőségük hasonló, közös játékra, de ez most a vártnál is sokkal jobban sikerült. Egész játékidő alatt, szépen együttműködve, elmélyülten játszottak. Hogyan készül a papírház? A házikóhoz egy négyzet alakú lapot mindkét irányban kétszer össze kell hajtani. Így a lapot kiterítve a hajtásvonalak mentén 16 kicsi négyzet lesz látható. Ezután a félbehajtott lapot három helyen félig be kell vágni a hajtásvonalon. A bevágott sávnak az összeillesztésnél lesz majd szerepe. Amikor valamelyikük elkészült a színezéssel, akkor megmutattuk neki, hogyan kell összetűzni a házikót gémkapoccsal. Utána szétszedtük, és kezdődhetett az önálló munka. Ha tetszett ez a videó, nyomjatok rá egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni. Sziasztok!